Te mit csinálsz itt, Sünike? Hát én csak arra gondoltam, hogy esetleg én is szerepelhetnék egyszer a bábozásba, az óvisi tanón. Sünike, ne haragudj, de mi most éppen szereplőt keresünk, de egy Süni nem lesz jó. Nem. Szükség van keresztülőre Zsófikának is, meg Júlcsinak is, de egy Süni nem lehet a keresztanyukájuk, meg a keresztapukájuk. Ne haragudj, de... Szóval segíthetsz a gyerekek közül keresztanyát, meg keresztapát választani. Jó. Jó? Jó. Gyerekek, nincs elég kezünk, és nincs elég bábunk. Ti is kelletek a mai bábozáshoz. Ki szeretne Júlcsinak a keresztanyukája lenni? És ki szeretne a keresztapukája lenni? És ki lesz Zsófika keresztanyukája? És a keresztapukája? Te, Süni, szerinted milyen egy jó keresztanya meg keresztapa? Egy jó keresztanya meg egy jó keresztapa, ők foglalkoznak a gyerekekkel, és segítik őket az Istennel való kapcsolatukban. Igen, és imádkoznak értük. Tényleg, igen, imádkoznak is. Én is imádkozhatok, az szabad? Hát persze, hogy szabad. Jó. Gyerekek, jó keresztülők legyetek, kezdődhet a keresztelő. Dicsértessék a Jézus Krisztusról! Dicsértessék a Jézus Krisztusról! Mindörökké amen! Örülök, hogy látlak titeket, amikor ezek szerint meggyülekezik a család a nagy ünnepre. Bízom! Már nagyon várom! Nagyon! Nagyon jó, akkor én meg szépen elkészítem itt az összes kelléket, és aztán már kezdődhet a keresztelő. Na, meg akarjátok nézni, miket készítettem? Persze! Na, akkor kezdjük az elején. Szükség lesz olajra és krizmára. Ez így egyben van. Nézzétek csak! És a babácsi honnan tudja, hogy melyik? Rá van írva a kezdőbetűje. Képzeld el, Júlcsi, ez a krizma, mivel ma megkennek téged. Ez ugyanaz, amivel a királyokat is felkenik az uralkodásra. Ugyan. Jó, és engem is a... Téged is azzal kentek meg, amikor kicsi valakorodban megkereszteltek. Ezzel a kis vattával pedig majd megtölti az Antal atya a homlokodat, hogy ne csillogjon az olajtól. Erre azért van szükség. Aztán nézzétek, itt ez a nagy kancsó. Ebben lesz a víz, amit Antal atya megállt. Abból lesz a keresztvíz. És nem lesz nagyon hideg? Nem, majd gondoskodom róla, hogy ne hideg víz kerüljön bele. Jaj, jó. Üdvözlöm, hogy jó nyakon öntik őket. Megkeresztelik őket. Te kis rossz csont. No, ezzel a vízzel fognak megkeresztelni téged is, Zsófikát is. És aztán, hogy ne csorogja rólatok a víz, akkor szépen megtöröljük a homlokotokat. Ó. Na, aztán nézd csak meg, kapni fogtok szép gyertyát. De gyönyörű. Ez lesz a keresztelői gyertyátok. A húsvéti gyertyáról fogom majd meggyújtani nektek. Mert ez jelképezi Krisztus világosságát. Ó, de szép. Neked van ilyenet, Peti? Nem tudom, de majd megkérdezem otthon. Kérdezd meg, hát ha megvan a kék a keresztelődről. Kis gyerekek, a tiédek kémek van? Aztán nézd csak meg, ez neked készült a te méretedben. Jaj, de szép fehér. No, ez ilyen biztosan van, ilyet már láttam otthon, ez biztos megvan, igen. Ez lesz a keresztelői ruhád. Azt jelképezi ez a fehér ruha, most már tiszta a lelked. Jaj, nézd csak, Zsófikának is van. Ez ő még ilyen picike. Jaj, ilyen picike. Nézd csak, de jó. És amikor vége lesz a keresztelőnek, akkor Antal atya ad nektek keresztelői emléklapot. Nagyon szép. Keresztelőtök emlékére. Ez egy igazolás is, hogy meg vagy keresztelve. Neked is van ilyenet, Peti, szerintem. Biztos van, de még sose kerestem, majd megkérdezem most anya. Keressétek meg. Benne van az is, hogy ki keresztelt meg. Tényleg. Szerintem mondta nekem. Lehet. Sőt, biztos. Igen. Igen. Na, akkor, ha mindent megnéztünk, nincs más hátra, mint hogy megérkezzen a taratya, felöltözzen a szertartáshoz, és elkezdhetjük a keresztelőt. Jaj, de jó, jaj, de én már nagyon várom. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Isten hozta az egész családot! Antal atya, miért vagy Halloween-ben? Ez karing, a kereszteléshez szükséges fölvennem. Készen állnak? Elkezdhetjük a keresztelőt? Igen!
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves keresztény hívek, a szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek minden élet forrásának köszönik meg. Isten gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi az embert. Kedves szülők, ti is azért hoztátok el gyermekeiteket ide, az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlélekből újjászülessék, és Krisztus titokzatos testének, az egyháznak tagjává legyen. Krisztus egyházának nevében kérdezem, mi a gyermekek neve? Hát nem tudod. De tudom, csak a szertartás rendje szerint ezt most meg kell kérdeznem. Júlia és Zsófia. A gyermekek védőszentje tehát Szent Júlia és Szent Zsófia lesznek. Mit kértek Isten egyházától Júlia és Zsófia számára? A keresztséget. Kedves szülők, nektek, akik gyermekeitek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őket úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljenek. Tartsák meg Isten parancsait, úgy szeressék Istent és embertársaikat, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet? Vállaljuk! Keresztszülők, megígéritek-e, hogy támogatjátok a gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében? Vállaljátok! Júlia és Zsófia, nagy örömmel fogad titeket a keresztény közösség. Ennek a közösségnek a nevében most megjelöllek a kereszt jelével. Kedves szülők és keresztszülők, jelöljétek meg ti is a gyermek homlokát Krisztusnak, ami üdvözítőnknek szent jelével. Gyerekek, ti is tegyétek meg! Én is akarom! Kedves testvéreim, kérjük a mindenható Istent, hogy árassza irgalmát ezekre a gyermekekre, valamint szüleikre és keresztszüleikre, és minden megkeresztelt emberre. Most pedig a keresztelendő gyermekek és a magunk számára kérjük Isten szentjeinek közbenjárását. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, könyörög érettünk! Keresztelő Szent János, könyörög érettünk! Szent József, könyörög érettünk! Szent Péter és Pál apostolok, könyörögjetek érettünk! Szent Júlia és Szent Zsófia, könyörögjetek érettünk! Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk! Mindenható örök Isten, te azért küldted fiadat a világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából, és helyet adjon nekünk a te világosságod csodálatos országában. Könyörögve kérünk, hogy szabadítsd meg ezeket a gyermekeket az áteredő bűntől, tedd őt szent fölséget templomává, és engedd, hogy a szent lélek lakozzék bennük. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Jaj, nekem ezek már túl jók. Védelmezzen meg téged Krisztusnak, ami üdvözítőnknek ereje. Ennek jeléül megkenünk titeket az üdvösség olajával Krisztusban, ami Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzunk, kedves testvéreim, hogy a mindenható Atyaisten vízből és Szentlélekből új életet ajándékozzon ezeknek a gyermekeknek. Áld meg kegyesen ezt a vizet, amellyel megkereszteljük Júlia és Zsófia szolgálóidat,
akiket meghívtál a keresztségre, hogy örök életük legyen Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves szülők, keresztszülők és Julcsi, reméljük, hogy hitbeli meggyőződésetek hozott ide benneteket, és így készségesen vállaljátok a keresztséggel járó kötelességeket. Mondjatok tehát ellent a bűnnek, aztán tegyetek tanúságot hitetekről, ez az egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a gyermekeket. Ti is mondjátok, gyerekek! Ellene mondotok-e a sátánnak? Ellene mondunk. És minden cselekedetének? Ellene mondunk. És minden csábításának? Ellene mondunk. Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a Úrban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hiszünk! Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Hiszünk! Ez a mi hitünk, ez az anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Most pedig figyeljetek, következik a keresztelés. Gyere, Peti, fogd meg ezt a tálat, hogy ne a földre folyjon a víz. Gyere ide, Júlcsi! Júlia, akarod-e elnyerni a keresztséget az egyház hitében? Akarom! Aki Julcsi keresztanyja és keresztapja szeretne lenni, az most képzeletben tegye a kezét Julcsi vállára. Júlia, én megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! És most jön Zsófika. Zsófia, én megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya megszabadított titeket a bűntől. Vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott nektek. Most pedig felkent titeket az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzatok, és tagja maradjatok Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, királyunk, és így elnyerjétek az örök életet. Most pedig megkapjátok a fehér ruhát, ami a lelketek tisztaságát jelképezi. Júlia és Zsófia, a keresztségben új teremtményé lettetek, és Krisztust öltöttétek magatokra. Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságotok jele. És most gyertyát kaptok. Vegyétek Krisztus világosságát. Julcsika, te már nagy vagy. Fogd meg ügyesen a gyertyádat. Kis Zsófi keresztapja, kérem, hogy most képzeletben vegye a kezébe a gyertyát. Kedves szülők és keresztszülők, rátok van bízva a világosság, a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertya láng jelképez. Óvjátok gondosan Júliát és Zsófiát, akikre ma ráragyogott Krisztus fényessége, hogy szüntelenül a világosság fiaként járják az élet útját. Ezek a gyermekek, akik a keresztségben újjászülettek, most már az Isten gyermekei. Nem csak névleg, hanem a valóságban is.
Imádkozzunk értük úgy, ahogy az Úr Jézus tanított minket. Gyerekek, ti is imádkozzatok a kereszt szüleitekért. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével. Istennek legyen hála. Annyira örülök. Zsófi, most már Isten gyermekei vagyunk. Kedves Antal atya, szeretnénk megköszönni ezt a szép keresztelőt. Remélem, hamarosan az ön keresztelőjének is örvendhetünk. Igen, már kétszer voltam Ármella nővérnél, nagyon jól beszélgettünk. Indulnunk kéne már, mert Zsófika már nyugtalankodik, nyugösködik, de ugye kedves Antal atya eljön hozzánk az ünnepi ebédre. A nagyi fantasztikus tortát sütött. Köszönöm a meghívást, örömmel megyek. Ó, el ne felejtsem, itt van a kislányok keresztelési emléklapja. De szép! Mi van benne? Tessék. Aha, elolvasod? Nézzük csak. A neved, a védőszented, a keresztszüleid, és az, hogy mikor kereszteltek meg. Gyerekek, nektek is van ilyenetek? Gyertek, gyere Julcsi, mert a Zsófikát már tisztába is kellene tenni. Menjünk! Antal atya, ül mellém az ebédnél! Meg mellém is! Igen, igen, az nagyon jó lesz. Dicsértessék, a Jézus Krisztus, otthon találkozunk. Mindörökké, amen. Hamarosan odaérkezem. Köszönöm szépen. Amíg még megesszük az ünnepi ebédet és a finom tortát, addig ti adjatok hálát a kerességetekért és a kereszt szüleitekért, jó? Sziasztok!